Vendégem Kalap Jakab és Jakab Levente a fia. Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Szervusz, szia. Azt mondtad, hogy te már minden voltál, már csak akasztott ember, nem? Olyan sok mindennel foglalkoztál. Mesélj egy kicsit, hogy mi előzte meg ezt a zenei felállást. Ó, hát én nem gondoltam, hogy ilyen nagyon sok ilyen időnk van. Nincs sok időnk, csak röviden. Igen, azért mondom. Hát, csak azért kérdeztem, mert hogy nagyon izgalmas az, ahogy bejött a zenélés az életedben, mert tulajdonképpen egy véletlennek köszönheted. Hát így van, egy gyerekpartin voltunk, ahol egy kisgyereknek születésnapja volt, és a gyerekeim rábeszéltek, hogy amit otthon szoktam nekik bohóckodni, azt ott adjam elő, és pont azon a partin ott volt egy műsorszervező, aki utána odajött hozzám, és mondta, hogy hát szerinte ez jó, és lehet, hogy mások is kíváncsiak ezekre a dolgokra. És azóta egy új projekt is elindult, ugye? Igen. Hát most elindult a Kalapjakab, a Kalapjakabság. Amiben már nem egyedül vagy, hanem a fiatal is a lányommal. Családi, így van, a fiammal és a lányommal vagyok, és ők meg hát nagyon szeretnek velem jönni, igaz? Igen, ez nagyon jó. Na és ez a Kalapjakab hogy indult? Hát ez a családi biznisz. Ez úgy, hogy mással foglalkoztam, tehát ilyen videók, meg reklámfilmek készítésével, és elkezdtek jönni az unokák. Én most már én egy 5 unokás nagypapa vagyok. Gratulálok. Köszönöm szépen. És ugye újból volt otthon közönség. Hallgatóság. Igen. És akkor ti beszálltatok támogatni apát? Igen, az elején még nem. Apu elkezdte egyedül, nekem nőttek a gyerekek. 4 gyerekem van, és ők elkezdtek így cseperedni. Apu meg nekik is vicceskedett. Kicsit beszálltál te is, hogy nehogy ő arassa le itt a babérokat. Igen, biztos ez is benne volt. Aztán ez így teljesen ment magától. Teljesen megkérdezte egyszer csak, hogy mi lenne, ha én is mennék vele. Megmondtam, hogy oké, végül is én is ugyanúgy bohóckodok otthon a gyerekeknek, mint annó ő nekünk, és akkor ez így elindult. Most mind a ketten kalapban, illetve sapkában vagytok, de mi a piros kalapnak a története? A piros kalap az nagyon egyszerű, amikor elkezdtük, akkor van egy nagyon aranyos műsorunk, a 9 magyar kutyafajtát mutatjuk be a gyerekeknek, és egy iskolában ott voltunk, és óriási siker, és ott felejtettünk valamit, és visszamentem, és akkor kellett magyarázni, hogy hát én vagyok, aki az előbb itt voltam meg, és hogy ja, akik ott a kutyákkal, igen, emlékszem, stb. És akkor mentem hazafelé, akkor arra gondoltam, hogy ki kéne valamit találni, hogy így azonnal megismerjenek. És hát nagyon-nagyon megismertek, ráadásul a igen. YouTube-on is nagyon hamar egy óriási rajongó táborra tettetek szert. Ez hogy alakult? Itt volt egy ilyen kis családi bohóckodás, ami felkerült az internetre, hogyha jól tudom. Úgy szoktam mondani, elmesélni élőben is a koncerten, hogy ültünk Levivel a nappaliban, miközben felugrott ránk 15 kiló. Hirtelen. Fejenként. Semmiből. És akkor ilyen telefonnal felvettünk ilyen kis daloskákat, feltöltöttük, aztán utána egy kis idő múlva mások szóltak nekünk, hívtak telefonon, hogy látjuk a videókat, nagyon menők vagytok, stb. És néztük, hogy mi van?
És akkor óriási koncertszervezés, vagy pedig ezek után özönlöttek hát, a felkérések? Igen, érdekes volt, mert 2020-ban indult el a csatorna, akkor került fel. Egy év után szóltak, hogy egyébként néznek titeket a YouTube-on, és akkor megnéztük, hogy tényleg ezekben van nézettség. És ugye hát még amíg nem nagyon lehetett koncertezni, addig mentek a YouTube-ra a videók, és amikor meg elindult, újra elkezdődtek ezek a lehetőségek. Azt akkor tudjátok szám szerint, hogy mekkora volt ez a nézettség? Akkor? Mert valami akkor? Óriási számok. Hát, hogy most már mindjárt 100 millió, nem? Most lassan el fogjuk érni a 100 millió megtekintést, de hogy ez akkor, amikor... Hát mint az első évben is már volt pár millió, akkor szóltak, és akkor ez gyakorlatilag ez alatt a három év alatt így... De hát... Nem de ez csak szórakozás volt, mert úgy mondod, hogy abszolút, nem tettetek róla. Hát meg nem nagyon volt mit csinálni. És most pedig már ott tartunk, hogy albummal jelentetek meg az első klippel, amit láthattunk itt az interjú előtt. Mármint, hogy az albumról az első klip. Az albumról az első klip. Na, mit igen. tudhatunk az albumról? Új, én a kezembe is veszem, mert látom, hogy hoztatok. Hát itt van. Mi van a kalapban? Igen. Hát olyan dalok vannak rajta. Milyen témában? Mindenféle témában. Ugye most a Safariról beszélünk. Egyébként a Dorogi Petinek, a Intim Torna illegálos Dorogi Petinek a stúdiójába készült. Tehát ővele dolgoztunk együtt. És a Safarival jöttünk először, mert úgy éreztük, hogy most az így aktuális, hogy most hova menjen, meg gyereknapra jelenik meg, és szerintünk az egy nagyon jó hely, mi elmentünk, és tehát tényleg félelmetesen jó, és jól éreztük magunkat, és ezért gondoltunk erre, de olyan dalok kerültek fel, amik élőben már olyan visszajelzéseket kaptunk a közönségtől, hogy csípik a gyerekek, és akkor egyértelmű volt, hogy ebből kell, hogy készüljön egy album. Legközelebb, hol, mikor? Gondolom a holnapi nap, a gyereknap, az nektek nem pihenése fel. Meg a mai sem, most is egy hármas buliról estünk be. Most tulajdonképpen még pont néztem, hogy még a kis tetkó, hogy kinek van születésnapja, azt így föl szoktam írni, hogy van egy info, hogy valaki ott az adott helyen születésnapja van. És holnap meg... Mezőtúr, Kenderes, Cegléd, stb. Budapest. Jó sok kilométer igen, lesz bennetek, és már van is. Holnap igen. 4 buli, igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe mi is belefértünk, és eljöttetek, és itt voltatok. Mi köszönjük. Mi is köszönjük.